Jó estét kívánok! Köves Lomó Rabbi vagyok, a mai este házigazdája, vendégem pedig Seres Attila, a Neokon Zsidó Hírportál főszerkesztő helyettese, és hát egy nagyon régi tagja és ismert személyisége a magyar zsidó közéletnek, nagyon sok fontos projektnek a kezdeményezője és vivője. Sok mindenben dolgozunk együtt az elmúlt években. A Neokon Zsidó Hírportálnak vagy a főszerkesztő helyettese. Pár szóban el tudod mondani, hogy mit jelent az, hogy zsidó hírportál, és egyáltalán milyennek a hírportálnak az egyedisége? Hát azt gondolom, hogy azért a hallgatóknak a jelentős része már hallott róla, ugyanis egészen elképesztő sok kattintásunk van, és főleg az utóbbi időben nagyon sok találatot és megosztást kaptunk a Facebookon is. Itt talán érdemes megemlíteni, hogy ez egy szójáték, ugye a, a neokon, a neokonzervatív Politikai irányzatra utal, és mi h írjuk, de nem a K után van a H, hanem az N előtt van a H, ami ugye a Kóni és Grün mm. korábbi zsidó viccekre próbál egy kicsit hajazni. Tehát akkor ez a néve benne van, hogy ez egy konzervatív zsidó hírportál, aminek van egy ilyen magyar stihje ezzel a a Kón és Grün. Igen, Én de tulajdonképpen... Kiszólással. Tulajdonképpen ez nem is annyira zsidó, inkább zsidós hírportálnak nevezném, hiszen a, a szerkesztőink sem mind zsidók, hanem, hanem ez a konzervatív, judeo-keresztény megközelítésből szemlélik ők is a világot. Hát a mi hitvallásunk tulajdonképpen az, hogy, hogy egyrészt bemutassuk a világnak a zsidó nézőpontot, tehát megpróbáljuk ugyanazokat a történéseket, amikkel az olvasók találkoznak az életükben. Mindazok a hétköznapi történések, amik a világban történnek, hogy azokat megpróbáljuk olyan nézőpontból is bemutatni, hogy, hogy zsidó szemmel ez ebben mi a lényeg, mi az, amit mi esetleg egy kicsit árnyaltabban, egy kicsit másképp látunk, mi az, amit ugyanúgy látunk, tehát mi az, amiben egybeesik a véleményünk. Másrészt pedig a zsidók számára is próbáljuk interpretálni a világnak az eseményeit. Úgyhogy ezért mondom, hogy inkább talán a zsidó hírportál az egy kicsit pontosabb. De ebben talán van egy olyan felütés is, hogy zsidósággal kapcsolatos politikai véleményeket Magyarországon tipikusan inkább a baloldali vagy balliberális értékrenddel szokták azonosítani, és ez a honlap pedig kifejezetten egy konzervatív, ahogy te fogalmaztál, zsidó-keresztény értékrendet képvisel. Igen, hát ez a, ez a baloldaliság is egy elég fura dolog, mert baloldali zsidó újságírás azért nem szokta fölvállalni a zsidóságot, mint olyat, és általában. A származásában zsidó, de, de ennyi. Részben ennyi, részben pedig időnként pont az ellenkező motiváció jelenik meg. Például izrael kapcsolatban, ugye minél zsidóbb és baloldali valaki, annál inkább kritizálnia kell és elutasítania. Izraelnek a, a jelenlegi létformáját. Az, hogy konzervatív lenne a hírportál, hát alapvetően igen, konzervatív a megközelítés, de én már a kezdetektől fogva, és tulajdonképpen a szerkesztőség, már csak én vagyok az eredeti, az eredeti csapatban, én a kezdetektől fogva a méltányosságot és a tárgyalagosságot próbálom érvényesíteni. Tehát ez azt jelenti, hogy a konzervatív megközelítés mellett igenis megértéssel, próbáljuk a baloldali álláspontot is bemutatni, és nem, nem ilyen ledorongoló, lesajnáló formában, hogy sokszor a jobboldali konzervatív médiában megszokott jelenni, hanem éppen ellenkezőleg próbáljuk azoknak a balliberális érveléseknek a logikáját is megfejteni, megérteni, és rámutatni azoknak a gyengességére, és ha úgy tetszik, akkor azokhoz képest alternatívát mutatni. Ez mit jelent, hogy ez a, a te értelmezésed szerint, ez a tartalom, ami ezben a hírportálon megjelenik, ez a zsidók nézőpontját akarja megismertetni a többségi társadalommal, vagy a zsidósághoz akar szólni? Tulajdonképpen ez a missziónak a lényege, mindkettő, mindkettő a lényege. Tehát egyrészt a, a zsidó gondolkodásmód, a, a, zsidó történelemet, ugye akárhogy is szépítjük, meg nem szépítjük a dolgokat, igenis a történetünk, a történelmünk, a, a családi narratíváink igenis meghatározzák bizonyos mértékig, hogy hogyan szemléljük a világot, és ebben a kontextusban azt gondolom nagyon fontos, hogy a nem zsidók számára is megmutassuk, hogy ezek az érzékenységek miből fakadnak, ezek a másfajta érzékenységek, illetve a, a másfajta vélemények. Tehát igen, és mind a kettő nagyon fontos. Egyrészt a zsidókhoz szólni, és a, a nem zsidók számára is megmutatni a zsidó, álláspontot. a zsidó álláspontot, illetve a zsidó érzékenységeket. Ennek a honlapnak van egy szlogenje, hogy zsidóság, szabadság, külpolitika, és valóban nagyon sok külpolitikai. Zatán azt mondom, hogy többnyire a külpolitikával foglalkozó, nagyon releváns információ jelenik meg, és hát most az elmúlt pár évben sajnos elég sok olyan külpolitikai esemény van, ami azt hiszem mindannyiunkat nagyon érdekel, ugyanis a szomszédunkban egy 70 éve nem látott háború folyik, és érdekelne erről a háborúról a te személyes véleményed is, az is, hogy a neokon szerkesztőségeben hogyan gondolkodtok ennek a zsidó vonatkozásairól, szerintem bőven lehet ilyet is találni. És akkor kezdjük rögtön egy olyan hírrel, amit én nem láttam másutt a magyar médiában. A címe, az ukrán zsidó közösség cáfolja, hogy fegyverraktár lenne az umáni zsinagóga. Ugye azt kell tudni, hogy umán az egyik leglátogatottabb zsidó szenthely, hely, zarándok hely, Izraelen kívül. Egy 250 éve meghalt csodarabbinak a sírja, Breszlevi Nachman Rabinak a sírja és békeidőben az elmúlt 25-30 évben több tízezren vagy százezren zarándokolnak ide minden évben. Tehát egy hatalmas, kiépített zsidó közösségi rendszer van ebben a kis umáni településen, is. ha jól értem ebből a cikkből, akkor az orosz médiában, vagy az orosz médiában az jelent meg, hogy látszik valamilyen felvétel, amin megérkezik egy busz, és a buszra van a gyerekek és katonák szállnak ki belőle, és mindez a zsinagóga mellett van, és ebből arra következtettek, hogy ez valamilyen titkos fegyverraktár, ami elég problematikus lenne ugye a zsidóságra nézve, és itt van az első zsidó vonatkozás, hogyha az lenne a mondás, hogy a zsidó közösség vallási helyeit ilyesmire használják föl. Beszéljünk egy kicsit ennek az egész háborúnak a, a zsidósággal kapcsolatos vonatkozásairól. De lehet, hogy ez a vonatkozás nem annyira kézenfekvő, hogy vannak zsidó vonatkozásai ennek a háborúnak, és azok mik? Hát először pontosítanék, hogy nagyon sokszor szó van erről, hogy 70 éve nem látott háború van a határainknál, hát azért szó sincs erről, 30 éve nem látott háború van, ugye a jugoszláv háború az hát majd a végén fog csak kiderülni, hogy mennyire, de atrocitásokat, illetve a pusztítást tekintve én szerintem simán ugyanebbe a, a kategóriába besorolható. Ez az egyik. A másik pedig az, amire a neokonnál nagyon nagy gondot fordítunk, hát az előbbi ez még annyit kiegészítésként, hogy azért is ügyelünk a, a méltányosságra, és a tárgyalagosságra, mert próbálunk a vélemény buborékokon áthatolni, tehát próbálunk olyan tartalmakat megjeleníteni, amik nem csak a konzervatív gondolkodású olvasók számára érdekesek. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden túlzást nélkül mondhatom, hogy minden zsidó olvas bennünket, függetlenül attól, hogy inkább jobboldali, vagy inkább konzervatív, vagy baloldali gondolkodású lenne. Most a háborúra visszatérve, igen, nagyon is kom komoly zsidó vonatkozásai vannak. Hát te ugye a Habad Lubavics mozgalomnak vagy a, a rabbia, és a magyarországi, te nem a küldöttje vagy, hanem ugye a Oberland -e rabbia küldötte, és hát itt már érdemes már ezen a ponton egy pillanatra megállni, hogy, hogy mit is jelent ez a szó, Ugye a Habad Lubavics, a Lubavics település sem van a szülőhelye ennek a Hasid mozgalomnak, amelyik, ugye, hogyha jól emlékszem, a Koszmolenszk régióban található, Oroszország, Fehér Oroszország és Ukrajna határaitól nem túlságosan messze. Na most ez már önmagában egy felveti azt, hogy mennyire kényes helyzetben van a, a zsidóság és az emberül a habad is. Az a hír, amit példaként említettél, az pont egy másik haszid irányzatot érint, ők a Breslevi vagy Breslevi. Aztán nálam ugye a hallgatóknak mondjuk, hogy a haszid irányzat az egy ortodox zsidó irányzat, amelyik nagy hangsúlyt tesz a misztikus tanokra, és tulajdonképpen egy ortodox iskola az ortodox zsidóságon belül. És az optimista jókedvű megközelítésre, ez is azt gondolom nagyon fontos, ugyanis, hogyha a kedves hallgatók megnézték például a Hagedűs a háztetőn musicalbe, vagy a Jákob Rabbi vagy a, igen, kalandjait, így van, tehát, tehát ezekben szerepelnek tipikusan haszidok, és látszik, hogy ott a córesz mellett is, és a szegénység, és a sok nélkülözés mellett is azért törekszenek a jókedve, tehát ez nagyon jó bemutatja, és egy kicsit ellenpólusként, összehasonlításként talán így érdemes megemlíteni a Jentult, amelyik viszont a szigorúbb, sokkal szigorúbb életvitelt folytató litvis irányzatnak a, az életét mutatja be, de ez csak persze kitérő. A breszlávi haszidok, haszidokat onnan ismerhetik a, a kedves rádió hallgatók, hogy amikor látnak a YouTube-on vagy bárhol ilyen utcán autóból előpattanó fehér kötött kipás, jól láthatóan zsidónak költözött haszidokat, akik például az ebrán elkezdenek nagy örömmel hújogatva énekelni, hát ők általában ezek a breszlevi Nachmar a követői. Most egy sokkal kevésbé vidám történet, ami Umánban zajlik. Ugye Umán is az egyik olyan település, amelyik orosz ostrom alatt áll, vagy át, most éppen nem tudom éppen, hogy állnak a dolgok. És azért nagyon is fontos, hogy a háború ködéből milyen információk jönnek ki. És az első információ az az volt, hogy az oroszok fotókkal illusztrálva, mi is lehoztuk ezeket a fotókat, mutatták, hogy gyéti, vagyis gyerekek feliratú buszokból ilyen marcon a zsoldosok, állítólag ráadásul nem is ukrán katonák, hanem, hanem idegen önkéntesek vagy zsoldosok szálltak ki, és hogy fegyvereket is szállítottak. Na most a fotókon az látszik az umáni zsinagóga, a legendás, több zsinagóga is van, de a legendás umáni zsinagóga, de aztán utána jöttek a hírek, hogy a ukrajnai zsidó közösség, és nem csak a, a breszlevi hanem, hanem a zsidó hitközségek vezetői határozottan cáfolták és visszautasították ezt a gyanúsítást, és felhívják a figyelmet arra, hogy a felvételekkel jól láthatóan zárva vannak a zsinagógának a kapui, és emlékeztettek arra, hogy az őszi ünnepek óta zárva is tartják ezeket a zsinagógákat. Ez a néhány hír is azt gondolom nagyon jól szimbolizálja azt, hogy mennyire Óvatosan és mértéktartóan kell kezelnünk a, a háború füstködéből származó információkat, és hogy mennyire veszedelmesek ezek a történetek, ugyanis ez egy, ez egy nagyon furcsa háború. Ez egy nagyon furcsa háború ahol valamiért itt a nyugati közvéleményben van egy ilyen romantikus elképzelés, hogy lehetne ezt fair módon is csinálni. Tehát valahogy úgy látom, hogy egy olyan romantikus ködbe burkolózik, egy ilyen rózsaszín ködbe burkolózik az ukrán háború, ugye a nagyon szimpatikus Zelenszky elnöknek a főszereplésével, ami, hát, hogy mondjam... Nem, már mit lehetne fair módon csinálni a háborút? Mit értesz fair módon, hogy nem gyilkolnak civileket? Vagy? Tehát, tehát, tehát olyan, mintha a nyugati közveleményben ugye van egy ilyen iszonyatos felháborodás, hogy micsoda szörnyűségek történnek ebbe a háborúba, minthogyha lehetne a háború olyan is, ahol egyrészt fair dolgok vannak. Tehát én úgy látom, hogy az az uralkodó álláspont, hogy egyrészt túlerőben nem lenne szabad. Háborúzni. háborúzni, tehát az oroszok emiatt is már ugye alapvetően hibáznak. A másik pedig, hogy nem lenne szabad civileket ölni. Tehát nem az az alapvető problémájuk, hogy egyszer csak megtámadják. Tehát, hogyha egy ország csupán az erőfölény miatt megtámad egy szomszédos országot, nem ez a problémája a nyugatnak? Hát figyel? ez a kiindulópont, hogy eleve mi az, hogy megtámadnak egy szomszédos országot. Utána mi az, hogy civileket gyilkolnak, mi az, hogy háborús bűnöket követnek el. És tényleg úgy csinálnak a, a véleményformák, és nagyon sok politikus is, mint hogyha ez valami újdonság lenne, mikor ez egy szörnyűség. Hát pont ezért kell a háborúkat megelőzni. Az, amivel most szembesülünk, az a háborúnak a, a, is, a amiben elkerülhetetlenek ezek a rémes történetek, és ez az, amivel Izraelnek is folyamatosan kínlódnia kell, és tulajdonképpen az izraeli valósággal is, hogyha úgy tetszik, most szembesülnek a nyugati Közvéleménynek az embereit a, a maguk testközelségébe, hiszen Izrael évtizedek óta küzd ezzel a problémával, hogy hogy lehet úgy háborúzni, hogy az igazságos legyen, hogy ne alkalmazzunk túlzott erőt, hogy ne haljanak meg benne civilek. Hát sajnálatos módon nem lehet úgy háborúzni, és hogyha valakinek ez nem tetszik, mint ahogy nyilvánvalóan nem tetszik, és, és mindannyian kétségbe vagyunk emiatt testve, akkor nem az eszkalációra kell törekedni, hanem a deeszkalációra el kell kerülni az ilyen háborús konfliktusokat, és nem tovább tüzelni. A másik pedig ez a fegyverszállítások, mert gyakorlatilag a második világháború óta az a nyugati tradíció, azt hiszem ez nincs így szerződésbe foglalva, de mindenképpen egy tradíció, hogy háborús konfliktusban nem szállítunk fegyvert. Itt emlékeztetném a hallgatókat arra például, hogy az 1967-es legendás hatnapos háborúban Izrael is fegyverszállítási bolykott alatt, tehát, tehát Izraelnek úgy kellett meg. Hogy a környező arab államok a Izrael megsemmisítését tűzték ki célul. Igen, a tehát háború. úgy kellett abban a háborúban Izraelnek megvédenie magát, hogy mindenki belért az Egyesült Államokat is fegyverembargó alatt tartotta. És ugye ennek az lenne a célja, hogy mondod, hogy ne eszkalálódjon a háború, hanem bármilyen fájdalmas, de valahogy eldőljön? Így van, tehát Ukrajnával kapcsolatban pontosan ez a probléma, hogy deeszkaláció helyett egy folyamatos eszkalációt látunk. Azt látjuk, hogy az orosz az olyan, amilyen, az olyan, mint a medve tényleg, tehát ez, ez már ugye számtalanszor fölmerült. Tehát ővel eszemben nem lehet etikai normákkal védekezni. Ő akármilyen áron el fogja érni azt, amit akar. Most hát ezzel lehet vitatkozni, hogy mit akar, pedig viszonylag könnyű eldönteni, hogy mit akar. Mit akar? Meg akarja szerezni azokat a, az orosz lakta területeket, amik a krimmel összekötik ugye a Dombást, és azt akarja, hogy Ukrajna semleges legyen. Most ezeket a céljait akármilyen áron el fogja érni, és minél több fegyvert szállítunk bele és öntünk bele, annál több ukrán és orosz Ez gondolom, hogy egy része azoknak, akik ezzel a témához hozzászólnak, azt gondolja, hogy azáltal, hogy például Ukrajna fegyvereket kapott, és hogy a Nyugat ennyire határozottan kiállt Ukrajna mellett, Mondjuk el lehetett érni azt, hogy Oroszország módosítsa a kitűzött céljait, és hogy az, mondjuk az eredeti célja az volt, hogy Kievet is elfoglalja, és egész Ukrajnát ezen módosított. De engedd meg, hogy még egy dologra visszavezessem a beszélgetésünket, és az a háborúnak a zsidó vonatkozásai. És hát beszéltél hosszasan arról, hogy milyen szent helyek, meg milyen irányzatok gyökereznek, bölcsőznek Ukrajnában. Van egy másik zsidó vonatkozása ennek az egész dolognak, ami inkább a kommunikációs térben jelenik, megjelent meg az elmúlt pár hétben, és ez az, amikor Magyarországon ez akkor vált ismerté, amikor a cipők holokauszt emlékmű mellé ukrán cipőket tettek, és ez annak volt a folytatása, ahogy az ukrán elnök mind magyar kontextusban, mind az izraeli törvényhozókhoz tartott beszédében az ukrán-orosz háborút a holokauszthoz hasonlította és azt mondta, hogy aki most nem áll ki Ukrajna mellett, az pontosan ugyanolyan, mint a, amikor a haláltáborba szállított zsidók mellett nem állt ki a világ a holokauszban. Mi erről a véleményed? Hát ez is az a véleményem, hogy az zsidók nem álltak háborúba a náci Németországgal, tehát ebbe az értelemben azt gondolom tényszerűen sánti hasonlat. De ettől eltekintve a népírtás, mint fogalom, az természetesen felmerült ebbe az esetbe, és mint ahogy felmerült Jugoszlávia esetében is, ahol igenis volt terszerű népírtás, de magával a háborúval kapcsolatban azt gondolom, hogy ez a párhuzam, hát enyén szóva Itt pont ezért amit mondtam, Judea nem állt háborúban. Nem a... volt Judea. Iged nem szó, is hogy... volt Judea, tehát erről van szó, tehát a zsidók nem álltak háborúban a náci Németországgal. A jövőben történelmi távlatban azt gondolom ez egy teljesen releváns felvetés, hogy hogy ezt majd meg kell vizsgálni, hogy milyen háborús bűnök történtek, és hogy ezek kimerítik-e a népírtásnak a fogalmát. De a háború ködében, tehát miközben folyik ez a háború, eközben már háborús bűncselekményekről, népírtásról és ilyesmiről beszélni, azt gondolom nagyon korai. Az ő szempontjából érthető, hiszen ő, ő egy kétséges helyzetben, ő minden eszköz megragad arra, hogy a népének támogatást szerezzen. De hát azért nekünk, józan kívülállóknak, mert el kell döntenünk, hogy kívülállók vagyunk vagy nem. El kell döntenünk, hogy a mi háborunk-e vagy sem. Ha a mi háborunk, akkor álljunk mellé. De hogyha a mi háborunk, akkor oda kell menni, és föl kell vállalni a háborús kockázatokat is. Ha viszont nem a mi háborunk, akkor azt gondolom, ezt mindenképpen történelmi kontextusba meg kell majd várnunk, hogy, hogy mi fog kialakulni. Itt emlékeztetnék arra, hogy a holokausz szó, mint olyan, még a zsidó népírtással kapcsolatban is, húsz évvel a háború után került be a köztudatba. A 60-as évekig nem is létezett ez a szó. Személy szerint én egyébként blaszfémiának tartom, én ugye a Soát sokkal autentikusabbnak tartom, de ha már így alakult, ugye a zsidókkal és a homoszexuálisokkal, a cigányokkal és másokkal elkövetett népírtást, azt most már közkeletően holokausznak nevezzük. De hát azt gondolom, hogy ezzel azért várjuk meg a történelemnek az itt élőszékét, hogy ezt tényleg hogyan használjuk. Hát igen, és hát reméljük mindannyian, hogy ilyen elvi beszélgetéseket tudunk majd mi hamarabb folytatni, mert nagyon hamarosan ennek a borzasztó háborúnak vége lesz, és megszűnik az a szomszédunkban történő háború, amiben tényleg nagyon sok ember szenved, és nagyon sok ártatlan ember kerül nincs telen vagy hontalan állapotba, és akár kínzások és gyilkosságok áldozatává. Éppen csak, hogy elkezdtük volna az izgalmas beszélgetést, és sajnos közben lejárt az időnk de azt gondolom, hogy akit érdekelnek ezek a témák, és szeretne egy kicsit tágabb perspektívából nézni a világra, és többet érteni, vagy másképp is látni abból, ami a nagyvilágban történik, az biztos, hogy érdemes, hogy megnézze a neokon.hu hírportált, és én pedig nagyon köszönöm Seres Attilának, a Neokon főszerkesztő helyettesének, hogy a mai vendégem volt. Köszönöm szépen a figyelmüket. A mai este házigazdája, Köves Lomó Rabbi vagyok, További szép estét és tartalmas rádiózást kívánok!